Ahogy arra számítani lehetett, a magyar válogatott megszenvedett a feröeri 3 pontért a futball EB-selejtezőn az Északi-sziget Műfűvén, ám ha valakit, akkor a szigeteken 6 éve élő a Vikingur csapatában védő Turi Gézát nem lepték meg feltétlenül a látottak. A benyomásairól mesél már is az egykori magyar bajnok Zete kapus. Itt van velünk Feröerről. Szervusz, jó reggelt kívánok, Géza! Jó reggelt kívánok! Olsen mester szerint a jobb csapat kapott ki. Te hogyan láttad? Egy meccs erejéig amolyan tiszteletbeli feröeriként egyetértesz-e vele? Úgy érzem, hogy a feröeri csapat kimondottan jól játszott, mint az adatok is, ugye a labdatartás szempontjából ezt mutatja, hogy a feröeri csapat többet birtokolta a labdát. Talán egy picit lehettek volna veszélyesebbek a magyar kapura, és akkor még talán az eredményt is megfordíthatták volna. Na most téged a feröeriek gyors technikás játéka egy jottányit sem lepett meg? Nem, mert ugye mi a nyáron az Európa Ligában is hasonló módon játszottunk, és így tudtunk a harmadik körbe bejutni, úgyhogy engem ez a gyors technikás játék nem lepett meg abszolút a feröerek részéről. Voltak magyar oldalon, akik szerint ugye a Műfű volt, ami nehézségeket okozott a magyar válogatottnak. Szerinted ez mennyire lehet kifogás? Itt az imént beszélgettünk Andrus Józseffel, a válogatott kapusedzőjével, aki azt mondta, hogy bizony a magyar válogatott játékosoknak a jó része számára teljesen ismeretlen volt ez a talaj. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy itt játszott egy német, egy francia és pár neves válogatott, és ilyen problémát még nem hallottam. Erre nem panaszkodtak ezek a csapatok, ugye? Erre soha nem panaszkodtak ezek a csapatok. A feröeriek játékából a góllövés hiányzott egyedül. Feröeren is hiány van egyébként, mint általában ez jellemző nagyon sok országban, vagy bajnokságban, a góra törő és igazán gólerős játékosokból. Ez így igaz, náluk is ez egy problémás poszt, főleg a válogatottnál. Szerintem próbálgatnak a fiatalabb, az U21-es válogatottból most szemezgetni olyan embereket, olyan játékost, akit föl tudnak hozni, és szerintem az U21-es válogatottban van csatár, aki az elkövetkezendő években a válogatottnál sokat tud segíteni. Te azt mondod, hogy ez a feröeri válogatott és a feröeri futball mondjuk 3-4 év múlva ennél is még jóval előrébb fog járni valószínűleg? Valószínűleg tartom, hogy igen. Uh-huh. Igen. Elég nagy energiát és pénzt ölnek bele az utánpótlásba, hogy egyre jobb legyen, illetve próbálják a fiatal játékosokat minél előbb külföldre, Dániába, Angliába küldeni, hogy ott még több tapasztalatot kapjanak, és ezáltal a feröeri futball is jobb legyen. A magyar válogatott teljesítményéről mi volt a véleményed? Körülbelül ezt vártad-e a dárdai féle csapattól? Hát azért kicsivel többet vártam a csapattól, ugye a labdatartás szempontjából, hogy náluk lesz majd a labda, tehát ez nem így alakult. Azt el tudom képzelni, hogy talán az lehetett a taktika, hogy ha rúgnak egy gólt, akkor visszaállnak és átadják a terepet a feröeri válogatottnak, hogy na, akkor alkossatok valamit, mi meg majd védekezünk, és esetleg egy-egy kontrából veszélyeztetünk, és próbálunk még több gólt rúgni. Dibusz Dénes először védett a magyar válogatottban. Mit szólsz hozzá, mennyire tetszett a kapus kolléga játéka? Hát ugye nagyon nem tették próbára, illetve az első, talán harmadik, negyedik percben volt egy óriási nagy védése, mihez különösen gratulálok, hiszen kapuszemmel ez egy különleges nagy védés volt. Innentől fogva nagyon sok dolga nem hiszem, hogy volt. Labdával kellett kihozni, illetve lábbal kellett kihozni a labdát a játéktérre. Azokat jól megoldotta, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden körülmények között egy biztonsági érzetet adott hátul a többieknek. Milyen egyébként ennek az EB-selejtezőnek, ennek a mérkőzésnek a vízhangja a szigeteken nálatok? Hát a válogatott meccseket annyira nem követik, illetve nem nincs utána semmilyen nagy vízhang. Annyit tapasztaltam, hogy akivel találkoztam a meccs másnapján, gratulálta a győzelemhez, és azt mondta, hogy hát szerencsétek volt, hogy csak 1-0 lett.
Hát igen, mármint, hogy szerencsénk volt nekünk magyaroknak, hogy nem egyenlített a feröeri csapat. Azért gondolom a feröeri játékosok mellé nem kell pszichológust fogadni egy ilyen vereség feldolgozásához. Nem. Szerintem már megszokták. Talán, hogy most volt egy pici sanszú pontot szerezni az ellenfél ellen. Az azonban teljesen világossá vált, és nem ez az első mérkőzés természetesen, világossá vált, hogy lehet olyan futballistákból is egy teljesen normális és nem pofozó gép szerepet elbetöltő csapatot formálni, ahol nem jól fizetett és túlfizetett profik futballoznak, hanem olyan sportemberek, akik a munkájuk mellett, mint akár a vízilabdában, és akik a munkájuk mellett próbálják minél magasabb szinten űzni ezt, igaz? Így igaz. Ezt remélem bizonyítottuk a nyári Európa Ligás menetelésünkkel is. Hát bizony, kicsit tovább sikerült ott maradnatok, mint a Fradinak például. Ugye te belekezdtél közben az edzői munkába is. Mi a titka annak, Géza, hogy ilyen félamatőr státusú játékosok ilyen erőnléttel, technikai tudással és ilyen tempóban képesek ma már játszani? Hát szerintem szinte ugyanannyit edzünk, mint a profik, hiszen négyszer edzünk, plusz a mérkőzés, és hát ugye mindenki dolgozik napi 8 órát, úgyhogy az erőlétünknek jónak kell lenni, illetve tökéletesnek kell lenni a hétvégére. Az módszereitekben milyen iskola az, amit próbáltok követni? A holland, illetve a dán iskolát másolják. A licencet, amikor megkaptuk, akkor a dán szövetség által szervezett iskolában végeztük ezeket a órákat. Uh-huh. Egy kicsit, hogyha még itt a végén rólad beszélünk, ha már itt megemlítettük azt, hogy az edzői munkába is belekezdtél, meddig fogod bírni, meddig szeretnéd a kapuban tölteni az idődet? Veszélybe forog-e mondjuk Dino Cofkor rekordja? Uh-huh. Azt nem tudom. Hát még egy évet biztos, hogy maradok, mert erről már beszélgettünk a vezetőkkel. Aztán utána mi lesz, hogy lesz, azt még nem tudom. Van utánam egy fiatalabb, egy 18-19 éves srác, aki úgy szintén válogatott, itt az utánpótlás válogatott kapusa, és elég jó benyomást kelt már most is. Talán egy kis tapasztalatot kell szereznie, úgyhogy ő még a második osztályban játszik. De úgy gondolom, hogy egy-két éven belül már ő is alkalmas lesz arra, hogy az első osztályban játszon, illetve ha esetleg nemzetközi mérkőzést kell játszanunk, akkor ő is ott tudjon lenni a többiek között. Na most, hogyha egy kicsit a bajnokság szempontjából próbáljuk összehasonlítani az erőviszonyokat, akkor szerinted ez a te csapatod, a Viking Úr, mondjuk a magyar NB1-ben hol végezhetne? Hát én szerintem a középmezőnyben. Ha egy jó napunk van, akkor biztos vagyok benne, hogy szinte bármelyik csapattal megállna a helyét a Vucsungur. Az, hogy mondjuk egy Debrecent, vagy egy aki az élen áll, egy Videótont meg tudnánk-e verni, abban nem vagyok biztos, de talán az első négy, az első öt mögött valahol ott lenne az én csapatom is. És azt mondd meg végül, Géza, hogy neked így az edzősködés, védés, edzés, munka az ablakgyárba. Hogy néz ki egy olyan napod, amikor igazából futballt is sokat kell űznöd, meg mellette dolgoznod is kell? Hát ugye reggel fölkelek, 7 órakor kezdek, hogy 3-kor végezhessek, mivel 4 órakor már kezdődik a gyerekekkel az edzésem. Az ugye másfél órás, fél hatig. Utána 6 órától az én edzésem van, fél 8-ig, aztán este 8 óra fele érek haza. Hát akkor megdolgozod futballpályán, mert futballpályán kívül a magad 13 óráját naponta. Így igaz. De láthatóan élvezed. Igen, nagyon élvezem, úgyhogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de a csapatommal megnyertük a bajnokságot. Igen. Hogy az első, mármint az U14-es Aha. csapatommal, a fiatal csapatommal megnyertük a bajnokságot idén is, és ennek nagyon, nagyon örülünk. Úgyhogy ez az első győzelmem, mint vezetőedző vagy edző, amit... Na, akkor ez,
Akkor ez előrevetíti azt is, hogy egyszer a nagy csapatnak is Turi Géza lesz ott az edzője, és akkor már lehet, hogy mondjuk az Európa Liga főtábláján így legyen, de azért védjél még sokáig. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen. Szia. Hello. Sziasztok.